Háj! Na, hogy tetszik a szoba? Nekem meg? Kilátás nektek? Na, a gyerekek, van egy nagyon-nagyon rossz hírem. Vaj, ma megint valami nem hiszem el. Hallod, egész életem egy rossz hír. Mira, én anyádot eladtam. Kihitte volna. De ne telefonozzál. Na, tényleg? Na, a lényege. Azt, hogy Evelynnek úgy lett külön szoba, hogy anyádnak le kell menni a konyhára, most itt a 250 szobának főzni kellett. Azt. Anyádot beteszem szakas, zsambarjának. Reggel 8-8-ig dolgozni kell. Baj lesz. Hát nem tudja. Hát de amikor eljön kikapcsolódni, az még itt is dolgozik. Hát ez igaza lesz. Virág édesanyja az biztosan ki fog akadni, hogy még egy nyaraláson is dolgoznia kell, plusz ő is arra számított, hogy tényleg most már innentől kezdve minden jó lesz. Szerintem most nagyon ki fog akadni. Virág, nem mennél neki segíteni kuftalkodni? Mi? Hát kufta lenni, kuftalkodna. Kukta? Kukta. Te lenni a kuftalkodó. Gyerekek, reggel 8-8-ig főzni kell 200 szobára. Nem akarok hát hogy mondjuk 200 ember. Le fog szakadni a talpa, be fog állni a dereka. Nagyon meglepődtem, mikor apu bejelentette ezt a dolgot, nem is tudom, hogy mit gondolt. Én azt mondom, hogy mondjátok el ti harman neki, finoman, jó? Mondd el, te reszortod, oldd meg te. Én melyek, nem foglalkozok már veled, mert tényleg, gáz, elrontod egész nyaralásomat. Elegem van, én megyek fürdeni, és légy szíves, nem akarom egyik családtagomat se látni a mai nap folyamán. Jó? Kösz. Egy más mellett van a jó, szobán. Én azt mondom, hogy akkor mondja meg neki, Virág, mondd meg te neki. Szervusztok. Virág, majd elmondja neki szép, hogy anya hallgass neki. Mondd el neki, te Virág, légy szíves. Ne hallgass rá. Ezt én nem engedem, te fogod elvinni az egész balhét megint, nem kell semmit mondani.